Tisztelettel köszöntöm Önöket, nagy öröm számomra, hogy Hankis Eleméről beszélhetek egy ilyen nagy tekintélyű konferencián. Három párperces blokkot szeretnék mutatni Önöknek, és elsősorban talán a középső blokk lenne abból a szempontból a legfontosabb, amely a legoriginálisabb. Kapcsolódva Csepeli professzor úrhoz, ahogy Bokányi Péter is említette, Hankis Eleméről, mint az irodalomtudósról fogalmaznék majd meg egy gondolatot. Utána arról beszélnék, hogy a Savaria University Pressnél milyen könyveket adott ki a tanár úr, mert hogy ez az, ami igazán most azt hiszem fontos lehet számunkra, és végül pedig, ha lesz rá idő ebben a szűk 15 percben, amelyet kaptam, példát szeretnék mutatni arra, ahogyan Hankis Elemér alapján én diákjaimmal posztstrukturalista módon elemeztem egy verset, illetve hogy a diákjaim elemeztek egy Arany János verset, mert hogy mint tegnap hallhattuk, és többször hallhattuk Hankis Eleméről, és az ő kőszegi munkásságáról szólva, az egyik kedvenc költője Arany János volt. Arany Jánosnak 200. születésének 200. évfordulója van, és hát az elmúlás is közös ebben a bizonyos Naturam furca expellas című versben, amelyet Hankis Elemér többször idézett, és itt Kőszegen is az utolsó alkalommal idézett és elmondott. Nos, a strukturalizmus kapcsán, tehát Hankis Elemér irodalomtudósi, az MTA Irodalomtudományi Intézetében töltött évtizedek kapcsán szeretnék kiemelni tehát egy gondolatot. Az 1970 körüli időkben vagyunk, és ez az a két könyv, pontosabban ez az a könyv, amely igazán kiverte a biztosítékot a hatalom szemében, ez a strukturalizmus, a híres strukturalizmus kötet, amelyet ma bibliaként tartok a kezemben, és bibliaként forgatunk, ez az egyetlen két kötetes biblia, nem tudom, szóval bibliaként forgatunk az egyetemen, és forgatunk, és szoktam megmutatni középiskolás diákjaimnak is, a tankönyvemben fényképét is betettem, mondván, hogy ez a könyv meghatározza szemléletében a 20. századi magyar irodalomtudományt, irodalomelméletet. Aki egy picit is szeretne ebben az irodalomelméletben elmélyedni, annak ez a könyv kiinduló pont, ugyanúgy, ahogy Arany János tanulmányozásához kiinduló pont az 1972-es Németh G. Béla kötet, amely szintén még akkor az akadémia támogatásával jelent meg, a bizonyosság elérhetetlenségéről szólva. Örökké arról beszél, amiről és amelyről talán Hankis Elemér munkássága is szól, hogy az ember létezését, e földi életét az örök bizonytalanság és a bizonyosságok egymásnak feszülése jegyében tölti el. Hankis Elemér, mint tudjuk, tehát később szociológus lett, és ez a másik könyv, amely én azt hiszem, hogy mindenféle díjra alkalmas volna, tudományos díjra. Az irodalmi mű, mint komplex modell már 1985-ben akkor jelent meg, amikor ő már értékszociológiai kutatásait, szociológiai kutatásait végezte. Az irodalmi mű, mint komplex modell című könyvből szeretnék most majd egy kis tanulmányt idézni, de előtte annyit hadd mondjak, hogy ennek a könyvnek is a címe pontosan kifejezi azt, ami leginkább hiányzott nézetem szerint a Hankis Elemér előtti magyar irodalomtudományból, tudnélik az egész leges szemlélet, a világ egészben való szemlélésének a tudása, az erre való felkészültség. Azt hiszem, hogy Hankis Elemér éppen azt mutatta meg az olyan mikrostruktúrákat elemző szövegeiben is, mint a Kosztolány októberi tájáról szóló 40 oldalas dolgozata, amelynek végén, mint ahogy Bécsi Ágnes a közelítő térről szólva a 40 oldalas tanulmánya végén azt mondja, hogy de hát kedves olvasó, hogyha szeretnéd tudni, hogy miről szól a vers, akkor olvasd el még egyszer a verset. Tehát ugyanazt a dilemmát, amelyet egy irodalomtudós Arany János gondoltam fenét megjegyzése alapján örökké folytat, hogy bármit is mondok az irodalmi műről, soha nem közelíthetem meg annak még csak a legalsó rétegét és töredezettség, töredék mi voltában sem, az egészt. Tehát Hankis egyrészt az egészről való gondolkodást hozza be a tudásba, a irodalom szemléletbe, és mondhatnám talán, hogy az utána következő irodalom tanításba is, hiszen Magyarországon az irodalom tanítás fordulata az 1980-as évek elején 84-től
datálható is, most nincs időnk arra, hogy ezt részletezzem, miért és hogyan, amikor például Ottlik is bekerül az irodalom tananyagba, stb. És a Hankis Elemér féle irodalom szemlélet legalább periférikusan érinthető lesz az irodalom tanításban. Hankis Elemér egyik kedvenc szava a réteg, a rétegzettség, a jelentés rétegek egymásra rakódásának az elmélete. Ezekből a rétegekből rakódnak össze azok a komplex modellek, amelyek azt a bizonyos állítást, hogy a világ, ahogyan egész, az irodalmi mű is mindig úgy teremtett világ és egész, és ennek a kettőnek metonimikus, okokozati, metaforikus, egymásnak megfelelő komplex viszonyai vannak, és ezeket a viszonyokat próbálja meg leírni a tudós. Ezeknek a viszonyoknak persze nagyon kicsi töredékét képes megfogalmazni tudományos szövegben, és a végén azt kell mondania, hogy ha az egészre vagy kíváncsi, akkor olvasd el újra a verset. Nos, nézzük akkor példaképpen a verset, amely a táblán, a kivetítőn látható. Hankis Elemér arról beszél, hogy valami egészen elképesztő, hogy hogyan fér bele 12 szóba a világ. Piros levéltől vérző venyigék, a sárga csöndbe lázas vallomások, szavak, kiáltó, lángoló igék. Tehát Kosztolány októberi tája a 40 pillanatképben. És így ír, azt mondja a Hankis Elemér, hogy ennek a 12 szónak, tehát benne van az egész világ a 12 szóban, ennek a 12 szónak csak egyetlen jelentés rétegét, a betegségekkel kapcsolatos és a színekkel kapcsolatos jelentés rétegét mutatja be ez az ábra, amelyet ő egy villamos kapcsolási rendszerhez hasonlít, és ezt mondja maga a szöveg, amely egy kicsit hosszú, és próbáljunk meg beleolvasni, nem muszáj természetesen, nem akarom felolvasni az egészet. Az a lényege, hogy sikerül megfogalmaznia azt, nem a verssel egyenértékűen, mert hát ez lehetetlen, hogy a vers hogyan oszcillál, a vers jelentés rétegé, hogyan erősítik egymást, és hogyan hozzák létre ezt a bizonyos, a valódinak megfelelő másik világot, amelybe tekintve mégis a valódi világgal teremthetünk referenciákat, és kerülhetünk kapcsolatba, és ilyen értelemben a nyelv segítségével, mint közvetítő közeg segítségével kaphatunk választ a saját kérdéseinkre, és jövünk rá, hogy azok a szavak kiáltó, lángoló igék, azok természetesen a mi szavaink, kiáltó, lángoló igéink, amelyekkel az elmúlás ellen tiltakozunk. Végül engedjék meg, hogy akkor bemutassam az ő jegyében készült egyik játékos verselemzést. Ezt szeretném akkor megmutatni önöknek, tehát ezt tanultuk meg, és mindjárt elmondjuk majd rendesen. Ha megnézzük a dátumot, és azt látjuk, hogy Arany János ezt a verset a 64. születésnapján írta. Számoljuk meg, hány betűből áll a vers. Szavazni fogunk, hogy ki az, aki szerint Arany megszámolta, ki az, aki szerint Arany véletlenül, sorsszerűen, ihletből. 64 betűből áll a vers, amelyet a 64. születésnapján írt. Én se tudom a választ, csak szavazni fogunk, jó? Tehát még már ott a 32. Majd meg... Attilától is. Igen, hát a 32-t megkukláztak. Szóval Arany János, amikor írja ezt a verset, éppen 64 esztendős, reggel fölköszön, ma vagyok 64 éves, írok egy 64 betűs verset. Meg mit is írtam ma, kihúzta, így történt, vagy csak később vette észre az én tanítványom, Závadi Adrien, mert házi feladatul azt adtam föl, hogy írjanak elemzés paródiát. Tehát most egy Hankis Elemér nyomán induló önparódia következik. A vers a számokra épül. A matematikailag pontosan levezethetők a benne rejlő számok közötti összefüggések. A kulcsszáma 64, ez többszörösen alátámasztható, természetesen nem véletlen, hogy a vers éppen 64 betűből áll. Az sem véletlen, hogy a költő pontosan a 64. születésnapján írta meg a verset, hiszen ha az évnek 1881 a számjegyeit összeszorozzuk, 1x88x1 az 64, megkapjuk a kulcsszámjegyet, a 64-et, tehát nem írhatta meg sem előbb, sem később. Miért kezdődik pont a 80-as számmal a vers? Ez sem véletlen, hiszen ha 64 gyökét megszorozzuk a 64 számjegyének az összegével, gyök alatt 64 szorozva 6 plusz 4, egyenlő 8x10 az 80, bocsánatot kérek a tolmácsoktól, megkapjuk a vers kezdő számjegyét, a 80-at.
A következő szám a 70. Ez egyszerűen megkapható, ha a 80-ból kivonjuk a kulcsszám személyének az összegét, azaz a 10-et, sőt, ha megfigyeljük, hogy ez a harmadik sorban szerepel, amely 8 betűből áll, akkor már is visszajutunk a 64-hez, mivel ha 70-ből kivonjuk a 3x8, azaz a sorok és betűk szorzata számegyenek az összegét, 3x8 egyenlő 24, 2 plusz 4 az 6, akkor megkapjuk a 64-et, hiszen 70 minusz 64 az 6. Ezért írta Arany a 70-es és a 64 közötti, azaz a negyedik sort pont 6 betűsre. Ugye tudják követni. Még egy pici van, és ezt még azzal is fokozhatjuk, hogy az esztendő szó betűinek számát, azaz a 8-at négyzetre emelve szintén 64-hez jutunk, tehát az is megtervezett, hogy éppen a 64-es szám után került az esztendő szó. Azt hiszem, ez már elegendő bizonyíték arra, hogy a verse számmisztikára épül. Természetesen Arany nem hiába várta ennek az évnek az eljövetelét, hiszen nagyszerűen bebizonyította a matematikai, logikai tehetségét. Láthattuk, milyen fontos, hogy a vers a legjobb időpontban legyen megírva és tudatosan felépítve. Hát azt hiszem, ez a következtetés nem állt távol Hankis Elemér szellemétől. Ő mindig ezt mondta, hogy a verset csak abban az egy bizonyos pillanatban lehet megírni és felépíteni. Tekintsük ezt tehát játéknak, de a szavazás komoly. Ki az, aki tehát azt mondja, hogy Arany szándékosan írta a 64 betűs verset a 64-es, ki az, aki azt mondja, hogy ez véletlen, sors, ihlet, valami csodálatos együttese. Első kérdés, tehát ki... Tessék? Külön, azért első kérdés, tehát ki az, aki azt mondja, hogy szándékosan írta 64 betűs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, talán jól is számoltam. Ki az, aki azt mondja, hogy véletlen, vagy sors, vagy ihlet, tehát 23 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, én is ide csatlakozom. Kérem szépen, hogy a következő Hankis konferenciára megígérem, hogy komolyan filológiailag utána nézek ennek, és akkor megadom a választ. Hogyha vissza tudunk menni, akkor most mondjuk el a verset együtt, jó? Arany János és Hankis Elemér tiszteletére. Tehát akkor 3-4, 80 év, ritka szép, 70 év, jóha év, 64 esztendő, untig elegendő. És hát talán még olvassuk el ezt a kijelentést, hogy mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany János eredetiben olvashatja. Köszönöm a figyelmet!